Sziszi-ként ismert Erzsébet királyné, első Ferenc József császár felesége 1854-ben 14 évesen lett az Osztrák Birodalom első asszonya. A gyönyörű hölgy egész életében a szerepével járó kötöttségek elől menekült. A boldogságot és a szerelmet Magyarországon találta meg, ahol a nemesi udvar rajongott érte, különösen az ország legszebb férfiának tartott gróf Andrássy Gyula. Szerelmük azonban nem teljesedhetett be. Meskó Zsolt író, rendező története alapján ez a szerelem ihlette az Experidens és a Száztagú Cigányzenekar közös produkcióját. A táncdráma hősei Sziszi királyné, Andrássy gróf és egy szép cigánylány, akik eltáncolják a soha be nem teljesülő szerelem fordulatait. Az előadás 10 évvel ezelőtt készült, azóta a társulat számos helyen adta elő itthon és külföldön egyaránt. Ez egy nagyon szép korszak, az emberek szeretik ezeket a reformkori jelmezeket, díszleteket, ruhákat, kellékeket, a békebeli idők hangulatát idézendő, a nők nőiesek voltak, a férfiak férfiasak voltak, az egész darab egy nagy báli kép, nagykövetek táncával, a nagymama karakterrel. Jó ebben a korszakban idézni. Sziszi alakját Kapitány Dorottya táncművész varázsolta a színpadra. Egy nagyon nehéz szerep volt számomra, pont attól, hogy nem az a nehézség, amit táncolni kell, hanem amit nem kell táncolni. A méltóság megtestesítése, a magasztos egy hercegnőnek a megtestesítése számomra ez nagyon nehéz volt, hogy nem a mozgással, hanem pont olyan színészi elemekkel kell megoldanom, amit tánclépéssel nem helyettesíthetek. Andrássy Gyula gróf szerepében a nézők Vince Leventét láthatták, aki 3 éve táncol az együttesben, több hazai és külföldi fellépésen van túl. Mindenhol nagyon szeretik, nagyon nagy sikere van, és azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan darab, ami a kultúrát felölelve, de mégis egy kicsit populárisabb módon közli a nézőkkel a témát. Sziszi legendája nagy sikert aratott Nyíregyházán is. A tervek szerint a közönség tavasszal egy másik produkcióban újra láthatja majd az Experidens táncosait a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán.